Sziasztok! Ebben a videóban az egyik legfontosabb dolgot szeretném most megmutatni nektek, amit a harcművészeti tanulásnak során megtanultok. Ez az első, amit mindenki megtanul. Nem egy olyan grandiózusan nagy dolog, de igen, nagyon fontos, és ez nem más, mint a helyes öfködés. Ezzel kezd minden gyerek felnőtt egyaránt, és ez egy hiánypont a videó, ugye nálunk is sok szülő küzdött, ha a gyerkőcével vagy edzés előtt a gyerkőcével, hogy nem tudja megkötni a helyes öfködést, nem tudja fölködni az övet helyesen, és hát persze azért segítünk ott, ahol tudunk, de nem mindig tudunk 20 gyerekhez egyszerre oda menni, úgyhogy nekik is be kell szállni a segítségnyújtásba, úgyhogy ez nektek is szól, szülők, hogy tudtok otthon gyakorolni, illetve hát mindenki, aki harcvészetre lép, ugye főleg a harcvészetekről beszélünk, ugye ott használják ezt a fajta övet, ugye ezt hobbinak hívják, illetve ugye kit, ugye az edző ruhát, jó, úgyhogy nézzük is, hogy hogyan szoktuk felkötni, itt is van egy-két féle fajta, kettőt szoktam használni, kivelyiket szereti jobban, mindenkinek van egy pici elnél, meg pici hátra, ezt is megmutatom. Jó, de hát lényeg, ugye van egy ki, egy edző ruha, és különböző féle színű lehet, ugye vannak stílusok, ahol feketét, ahol fehéret használ, mert nagyon nagy jelentőség azért nincsen. Jó, viszont úgy hagyjuk, hogy itt van egy ilyen címke által, ez legyen kifelatlan, így erre az oldal, hogy menjek el, hogy hát férfiak, azt mondja, nők, azt fordítva szokták hajtani, megy a gésőaknak a ruhája és egy hasonló felépítés, az nekik kifele van. Jó, szóval ez egy ilyen fontos dolog szokott lenni, és akkor jöhet az övét is, hogy van címke, van minta, van felület, ilyen olyan, amely, hát nekem most ez van egy fajta övem, ezt használjuk, nem, nincs jelentősége, de hogyha mondjuk meg van írva a név, hogy ez legyen kifele, vagy ez legyen ezzel az oldal, így szoktunk kezdeni, most csak minta van. Jó, ez egy kicsit nehezebb, nem mutatom az egyszerűbbet is, de ez a jobb, jó, ezt is mondom, miért. Szóval ide föltesszük, és elkezdjük így föltekerni magunkra, hogy hátulról is így mutatom, és ez lesz a jó, hogy itt nem fog megtekerni sokkal simább hátul, hogyha a gurulásoknál nem nyomja annyira a derekunkat, jó, szóval, hogy hátul teljesen sima, rátekerjük, és itt mind a kettő alatt alulról fölfelé felhúzzuk, és akkor itt meg lehet kicsit szorítani, sőt, hát meg is kell, hogy ez ne jöjjön szétszen, az a lényeg, hogy tartsa azért egyből a ruhánkat, nem csak tisztek van, jó, és itt egy kicsit hasonló hosszúságú legyen, és akkor itt van, ami a minta van, jó, azt így alulról föl, vagy nem, igen, alulról behúzzuk, aztán itt pedig már föltről lefelé a kettő közé bedugom, nem, hogy áthúzom, ezt ide fölhajtottam, jó, ez fontos, hogy itt fönt legyen, jó, még egyszer, mert itt fönt, mert szokták így is, de ez így nem jó, szóval ezt ugye fölemelem, és itt föntről lefelé a kettő közé bedugom, nem csavarodik, vagy fölül van a minta, és ezt így alulról fölfelé, ja, és akkor ilyen szép háromszög alakja van, vagy kicsit jobban és együtt marad, sőt, ugye ezt szoktam még úgy trükközni, hogy a másik oldalon is föntről lefelé bedugom, kettő közé, ezt szépen elhúzom, és akkor ilyen frankon egyben van, ez azért már nem szokott úgy szétjönni, egy edzés ki szokott bírni, jó? Ez a nehezebb, de ez a jobb, mert ugye hátuk se nyomja a derekamat, illetve sokkal jobban előmarad. Jó, a másik, amit szoktuk használni a gyerekeknél, ez kicsit így könnyebb, egyszerű, így megfogjuk, így félbehajtjuk, így, az eleje az ugyanaz marad, aki, és akkor így a felénél, előről kezdem, most így viszem hátra, most meg fog csavarodni, mutatom, jó, és így hozom előre, ez egy kicsit nem nyomja annyira szét a derekat, szóval nem lesz tőle a bajod, de ugye az ilyen vastagabb öveknél szokott, ez előfordul kicsit kényelmetlen, az ilyen vékonyabb puháknak, vagy a gyereköveknél nincsen semmi baj, de így egyszerűen a gyerek is ugye azt szokott lenni, hogy mindig szétjön a ruha, és ugye akkor így, ha nem tudja, hogy hogy fölködni, főleg ennél a tekerésnél, hogy elengedni, szétjön, nem fogja tudni megtartani. Jó, de ezt itt szépen meg lehet csinálni, itt lehet tartani, megfelezem, jó, és akkor jó, neki tudom nyomni, és innen már nem jön szét a ruha. Jó, nyomni kell, ugyanolyan hosszúságra beállítom, és itt a jobb kezem megy alulra, bal megy fölülre, alulról fölfele mind a kettő alatt, innen igazán ugyanaz, mint az előző, és akkor most hogy csavarom, mert valaki csak így megfogja, és akkor húz egy ilyen csomót, ez esítse sem, vagy csak nagyon könnyen szétjön, vagy akkor ugyanúgy lehet kicsit trükkösebbre, mint amit én mutattam, egy föltről lefele, talán itt alulról fölfele, és akkor itt még be lehet még egyet dugni, ez egy kicsit lazább, jó, hogy annyira nem szeretem ezt, melyikben nincs nagy jelentősége, hanem mindig a másikat szoktam. Na, és akkor ne lúgjon le, tehát azt is meg lehet csinálni, hogy nem ér le a földre, és most így gyorsabb, megint megmutatom, elkezdtem tekerni, itt ezért jobban be kell állítani a hosszúságot, és itt föntre, fölülre rá kell tekerni, még egyszer, alulról fölfele, kihúzom, beigazítom, föntre, lefele a kettő között,
alulra, át a lukot, és kész. Jó, úgyhogy ilyen az ökötés lehet gyakorolni, főleg egy gyerekeknek ajánlom, meg a szüleiknek, és akkor egyszer is hamarabb át tudnak költözni, mert egy játék, de hát ugye, aki felnőtt fejjel lép harcolni az útjára, az is ezt tanulja meg először, úgyhogy ezzel kezdjétek, és akkor lehet edzeni. Jó, remélem tetszett, remélem hasznosat találtátok, én mindenki fogok örülni, hogy a szülők ezt megtolják, meg a gyerekek előtte, és akkor kevesebb az edzés előtt tehet, és többet tud foglalkozni a technikával. Jó, úgyhogy már most ennyi, legközelebb találkozunk egy másik videóban. Sziasztok!